Bulgáriában egy nagyon színes és nagyon gazdag színházi élet van. Én nagyon örülök, mert nagyon sokat járok Bulgáriában színházba, hogy rengeteg fiatal jár oda, nagyon magas színvonalú produkciókat lehet látni, és mindig törekszem, hogy minden évben meghívjak ide Magyarországra, Budapestre legalább 2-3 produkciót. Szerintem a zene iránt valójában még azok is érdeklődőek, akik nem is tudnak róla, tehát ha abból indulunk ki, hogy már megmozdul egy kis gyereknek a lába, mondjuk már 3 évesen ugrál valami zenére, ami a szomszédszobából szól, az azt jelenti, hogy a zene mindenkiben ott van. Minden héten jövünk, olyan vásárlói, termelői kapcsolatok alakultak már ki, hogy hozzák a süteményeket a vásárlók a termelőknek. Az, amit annak idején elterveztünk, hogy a vidék és a város találkozása létrejön, az létrejött. A mentori hálózatunk egyébként már 10 éves, tehát ők is elég rég múltra tekintenek vissza. Kőbányán is évek óta tartjuk ezt a klub tevékenységet, és havi rendszerességgel találkoznak a Körösi Művelődési Házban, kaptak helyet. Ehhez a klubhoz bárki csatlakozhat, aki látássérült.